A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint Pintér Sándor teljesen alkalmatlan a köznevelés irányítására. A szervezet úgy gondolja, a belügyminiszternek fogalma sincs, hogyan működik egy közoktatási intézmény. Ezért arra kérik, hogy mondjon le a közoktatás irányításáról. Szabó Zsuzsa, a másik nagy pedagógus szakszervezet, a PS elnöke híradónknak azt mondta, ők még nem döntöttek arról, hogy támogatják-e a PDS követelését. Miniszter úr, mivel készült a tanároknak? A pedagógusok demokratikus szakszervezete december 17-i határozatában felszólította Pintér Sándor belügyminisztert, hogy mondjon le tisztségéről. Pintér Sándorról kiderült, hogy nem csak saját bevallása szerint ugye az oktatáshoz nem ért, de az oktatás irányításhoz sem, úgyhogy mi a teljes alkalmatlansága és járatlansága miatt gondolnánk, hogy nagyon-nagyon sürgősen távoznia kell a posztjáról, mielőtt még nagyon súlyos károkat okoz. Nagy Erzsébet szerint minimális esély van arra, hogy lemond a miniszter, ugyanis egyelőre ezt eddig csak egy szakszervezet követeli. Ugyanakkor hozzátette, ettől függetlenül feladatuk felhívni a figyelmet arra, hogy alkalmatlan ember van a közoktatás élén. Ő előadott ezen a bizonyos összejövetelen a Ludovikán egy olyan tervet, amit eddig nem ismerhettünk, hogy hogyan akarja átalakítani a bérrendszert, milyen új ellenőrzési, kontrollálási formákat vezetne be, és egyáltalán milyen a belügyminisztérium hozzáállása a közoktatáshoz. Erről mi eddig ilyen átfogó képet nem kaptunk, úgyhogy ennek következménye az, hogy kimondtuk róla a véleményünket. A PS még nem döntött arról, hogy támogatják-e a PDS követelését. Azt nem mondom ki, hogy egyetértünk. Azt tudom mondani, amiről nekem testületi döntésem van, hogy a PS is önálló minisztériumot követel az oktatás élére, olyan személlyel, aki ért az oktatáshoz. Több mint 4 órás szakmai eligazítást tartott pénteken zárt ajtók mögött Pintér Sándor belügyminiszter a tanároknak és az iskolaigazgatóknak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem előadójában. A hangfelvétel azonban kiszivárgott és az interneten is elérhetővé vált. Az egyeztetésen a belügyminiszter arról beszélt, hogy ha a tanárok kevesebb magántanítványt vállalnának, több idejük lenne felkészülni az óráikra. A kérdőív adatai szerint a 177 ezer pedagógusból 104 ezernek másodállásban kell dolgoznia, hogy megéljen. Mire a miniszter szó szerint azt mondta, ez is elvesz azért a felkészülési időből. Nyilván azért tartanak magánórákat a pedagógusok, hogy meg tudjanak élni. Paja Tamás, a Kölcsey Ferenc gimnázium kirúgott tanára, nem vett részt az egyeztetésen, azonban felháborítónak tartja a miniszter szavait. Egyetlen egy pontot tudok, amivel egyet tudok érteni, amikor azt mondta Pintér Sándor, hogy ő nem ért az oktatáshoz, azt gondolom ez kiderült abból, ahogy megnyilvánult. Mélységesen felháborítónak tartom ezt az egészet, hogy ő így beszél. Az igazság, hogy nyilván ilyen Facebookos csoportokban, meg beszélgettem kollégákkal Messengeren is, sokan azt fontolgatják, hogy itt hagyják a tanári pályát, tehát ehhez nincs kedvük. A pedagógusok várhatóan folytatják tiltakozó akcióikat, a karácsonyi ünnepek után ismét megmozdulásokat terveznek.